mai délelőttön és a mai délutánon, ahol ilyen belföldi sétarepülés történik ebben az időszakban, és ugye Magyarországon hasonlóra még nem volt példa, úgyhogy nagy öröm ez számunkra, nagy öröm az Aeropark számára, és abból a szempontból is, hogy Smartwings-es barátainkkal össze tudtuk hozni ezt a repülést. Egyébként lesz még folytatás Európában, legjobb tudomásunk szerint az Air Baltic ma délután fog hasonló országnéző repülést csinálni Rigából Rigába, de a reggeli felszállásunkkal messze megelőztük őket. Van-e olyan a fedélzeten, akinek ez az első repülőútja? De jó! Ugyanaz az arány, mint a reggeli járaton, úgyhogy önöket külön köszöntjük a fedélzeten. Miután majd forgatunk, ahol most kezeket láttam, majd jó eséllyel a felszállást követően egy-egy mikrofonnal is megjelenünk ott a környéken egy-egy kérdés erejéig. Minden esetre most mindenkinek nagyon jó repülést és kellemes utazást kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet! Hölgyeim és uraim, úgy, ahogy minden járaton, megkezdjük a felkészülést a járatra, úgyhogy megkérjük önöket, hogy csatoljanak be biztonsági övüket, ellenőrizzék be, hogy az üléstáblák, asztalok zárt-függőleges helyzetben vannak, az ablakárnyékolók nyitva vannak, illetve a karpákat hajtsák le. A felszállás után bővebb tájékoztatást fogunk önöknek adni, olyan információkat is, ami a normál járatokon nem megszokott. A fel- és leszállásra biztonsági okokból csökkentjük a kabinvilágítást. Ha esetleg olvasni kívánnak, az olvasólámpák az ülések felett találhatók. Köszönjük figyelmüket és nagyon kellemes utat kívánunk mindenkinek!
szórakozás idején tartson a biztonságos távolságot. A repülőgép első részében található egy mosdó, a repülőgép hátsó részében kettő mosdó. Hölgyeim és uraim, ahogy a felhőből kibukkanunk, lehet látni, hogy nem csak egy elcsépelt mondást, hogy a felhők felett mindig kék az ég és süt a nap.